Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Karcagi Általános Iskolai Központ György István tagiskolájának az alsó tagozatán. Beszélgető társunk Szakányi Kornát Emese, a Diák Önkormányzatot, alsó Diák Önkormányzatot segítő pedagógus. Itt már a gyerekek nagyon lázban égnek, hiszen hamarosan kezdődik a fecskeavató. Mi is ez pontosan? Az első osztályosoknak egy fogadalom tétele, amit itt tesznek a szeretet és tudás fája előtt, amit Kárpáti Jenő bácsi faragott, és fogadalmat tesznek, hogy ügyesen és jól tanulnak, jól viselkednek, és a györfis hagyományokhoz hűek lesznek, és ápolják őket. Akkor ez egy ilyen kis kötődést is jelent egyben, fogadalom kötődés, és ezzel ismeri el a gyerkőc is, hogy akkor most már ő tényleg ide tartozik. Meg az alsós közösség, hogy ő tulajdonképpen most már Györfi István iskola első osztályos tanulója. Hány elsős van most? 54 elsős kezdte az évet. És mennyire izgulnak, hiszen azért ön ott járt köztük ma is már, tehát izgulnak, nagyon várják ezt a mai délután? Hát hogyne, én is tanítom az egyik osztályt, nagyon-nagyon izgulnak, és délelőtt is próbáltunk, és hát most már ugye túl vagyunk a beszokatási idő egy részén, és nagyon szokják az iskolát, meg nagyon ügyesek. Viszont nem csak fecskeavató van, hanem van egyfajta ilyen születi hangulat is van már itt körülöttünk, tehát gondolom, hogy erre is a nagyobbak is készülnek. Így van, úgynevezett születi mulatságunk is van, a 8. bések fognak táncolni, Oroszné Millinghofer Rita vezetésével, madáriesztős felvonulás lesz, illetve Porlaci kollégámmal őszidalokat fogunk énekelni, és mindezt táncház fogja zárni, és természetesen tombola, amit az SMK szervezett. És hát gondolom, hogy a szülők is itt lelkesen már itt várnak, várják a kicsiket, gyerekek, testvérek is itt vannak, tehát ez egy igazi, egy ilyen családi délután lesz ez. Így van, nagyszülők, szülők, keresztanyuka, mindenki, és ezúton szeretném megköszönni a szülőknek a segítségét is, amit a hulladékgyűjtéshez is adtak, hiszen most hirdetjük ki az eredményét a hulladékgyűjtésnek, egyéni, illetve osztály eredményeket, és a tombola húzásnál is nagyon szépen köszönjük a szülők felajánlásait. Tudhatunk esetleg akkor mi is valamit, hogy mennyi hulladékot sikerült összegyűjteni, és mi lesz ezzel a pénzzel? Nagyon-nagyon sok hulladék gyűlt össze, a felét az osztályok SMK, tehát a szülőmunkaközösségnek fizetjük ki, a másik felét pedig a DÖK rendezvényekre szoktuk felajánlani, Mikulás mozira, színházakra, ilyen eseményekre. Ezt is a gyerekek fogják visszakapni, csak más formában. Igen, 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 odaforgatjuk minden. Például most a tombola húzás egy részét is, ebből szoktuk finanszírozni. Udvarrendezést, festékvételt, más egyebet. Én azt hiszem, hogy az idő az csodálatos, ennél jobbat nem is lehetett volna mai napra kívánni. Én azt kívánom, hogy a kis fecskék, ahogy most az elsősöket nevezzük, jól érezzék magukat, és tényleg szokják meg a györfis hagyományokat, és vegyék át a györfis hagyományokat a nagyobbaktól. Így van, nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat, és még annyit szeretnék elmondani, hogy itt a szeretet és tudás és barátság fája előtt, itt fogunk majd tőlük búcsúzni 8. korukba és a kisballagásnál, majd 8 év múlva. Hát akkor így legyen, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.